És itt van velünk Ilona, kezi csókolom. Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, Ilona vagyok, 58 éves, 3 gyermekes asszony. Én az Erdélyből jött Ilonának szeretnék üzenni, aki 2 napja telefonált, kikérte magának, hogy Gréci Zsolt ne Orbán Viktorozza Orbán Viktor, hanem dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr. Hát ezen nagyon fölháborodtam, ő kezet is szólhat szerintem Orbán Viktornak, de sokunknak ez az ember egy hiteltelen, aki soha nem hazudik, de soha nem mond igazat. Ellopta a magánnyugdíjpénztárunkat, a kisbérünkből, amit befizettünk. Én az idei évben csak 32 000 forintot keresek havonta, pedig munkahelyen dolgozom, nem közmunkás vagyok. Orbán Viktor 2004. december 5-én elvetette a gyűlölet magját, ami mára már fává növekedett, és egyre mélyebb a szakadék a Magyarország és a külföldi magyarok között. Olyan ne szavazzon ide, aki nem itt él, nem itt adózik, a mi sorsunkról ne döntsenek olyan emberek, akik talán soha nem is jártak itt, sőt, még sokan magyarul sem tudnak. Hát, akik szavazni fognak nagy valószínűség. Csak elmondom, mert nagyon ideges vagyok. Látom. A tegnapi betelefonáló utolsó hölgy, aki nagyon föl volt dúlva, hogy még az unokáinak karácsonyra egy kis ajándékot sem tud venni, nagyon egyetértek vele. Én sem várom az idei karácsonyt, mert a mi családunk szétszakadt. Egyik gyerekem és a férjem külföldre ment dolgozni, és kénytelenek voltak elmenni, mert már nem tudtunk létezni, pedig dolgoztunk mind a ketten. De a tavalyi télen már majd megfagytunk a saját házunkban. Soha nem gondoltam volna, hogy időskorunkra ide jutunk. Mi egy boldog, példamutató család és házasságban éltünk, és milyen jövőnk lesz nekünk így külön, mikor már egymásra kéne támaszkodnunk. És olyan messze van, nem Európában, hogy nem évente talán egyszer haza tud jönni. Egyszerűen nincs jövőképünk. Úgyhogy köszönjük Orbán Viktornak, hogy ezt egyszerűen is, hogy a saját népével kéne törődjön, és ne a külföldi magyarokkal, meg azoknak, hogy ide szavazzanak. Köszönöm szépen. Teljesen kikészített bennünket, engem legalábbis teljesen tönkretett. És na, jó van, befejezem, mert már nagyon kivagyok. Köszönöm szépen a telefonát, kezi csókolom. Margó vagyok Egerből. Én is a tegnapi betelefonáló hölgy véleményéhez szeretnék pár gondolatot. Előjáróban el kell mondanom, hogy tisztelem és nagyra értékelem az Erdélyből áttelepült embereket, de ne szavazzanak az állampolgárság ellen, ne szavazzanak. Az állampolgárság ellen viszont semmi kifogásom nincs, hogy megkapták. Na de mit ér az állampolgárság szavazati jog nélkül? Hát mit ér? Hát majd nagyon sokat fog, még lesz abban is változás. A Zsolt, nem akarom itt folytatni, Zsolt műsorvezetésével kapcsolatban. Arról nem szoktunk itt beszélgetni. Igenis, de egy perc csak van. Csak a dicséri, jó? Igenis, okay. Tárgyilagos és kultúrált műsorvezető. A miniszter úr titulusra az a gondolatom, kérdezném a hölgyet, ez más miniszterelnöknek nem járna ki az a tisztelet? A Fidesz részéről és a Fidesz szavazók részéről? Nagyon sokszor megtapasztaltuk az ellenkezőjét. Ennyit akartam csak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta.